Szeretettel köszöntök mindenkit az Árcalon társadalom galériából, a nappali kiterjesztett valóságából. A mai impressziókban Esebánki Ákos rengeteg, Out of Darkness című kiállításából jelentkezünk. Beszélgető társaim, dr. Borsos Mihály galéria vezető, Esebánki Ákos festőművész, és Fekete Viktor Iván, a Gelbert Ecoprint Kft. Kereskedelmi igazgatója. Esebánki Ákos mesterségbeli tudása adott. Áttüremkedik tehetsége a fiatalkori rajzokon és az érett művész akkordjain. Esebánki Ákos festői pályája töretlenül ível a kezdetektől, egészen a sajátságos, egyéni hang megtalálásáig. Nekem tetszik, avagy jó volna vele egy térben élni. Egy ember tévedhet, kettő is akár. Avagy mennyi egyhangzó vélemény rejti a tévedhetetlenség dogmáján. Tetszőleges idézetet hallottak a most megjelent Esebánki Ákos monográfiájából, melyet Borsos Mihály fülszövegéből idéztem. Alig ha elképzelhető, hogy bárki, aki ezt elolvassa vagy meghallgatja, nem a kvalitás, a tehetség kifejezésre, vagy ezek valamely más szinonimájára asszociált. A tehetség egy lehetőséget, potenciált, ígéretet jelent arra, hogy valamelyik emberi tevékenységi körben olyan kiemelkedő teljesítményt hozzon létre, amely társadalmilag hasznos, és amely megelégedettséggel, sikerélménnyel jár elérője számára. Azért szeretem Zeisler Endre definícióját, mert lehetőséget biztosít arra, hogy a megvalósult, megvalósított tehetséget megkülönböztessük a potenciáltól, hiszen kiemelkedő alkotásokhoz tudásra, szakmai képzésre, gyakorlásra van szükség, míg eljuthat oda, ahol bizonyított, társadalmilag elismerhető teljesítményt nyújt, ugyanakkor helyet hagy az alkotás örömére. És ezzel el is érkeztünk a mai beszélgetésünk apropóját adó kérdéshez, miért Ákos? Misi, a galéria vezetőjeként hosszú évek óta jelentős hangsúlyt fordítasz tehetséggondozásra, hol a tanár, hol a fotóművész, hol a kurátor szempontjaival terelgető a fiatal művészeket, művészjelölteket. De hogyan történik a kiválasztás? Van ennek valami felismerhető mintázata, hogy egy tehetség egyébként termőre fordul, hogy képes kiaknázni a személy a benne rejlő tehetséget? Hú, ez nagyon melbevágó kérdés, nincs. Tehát ha tudnám, egyébként hadd mutassam még be egy nagyszerű díszvendégünket, a Báfi Deák Csillagot, aki szerintem ebbe sok dolgot tudnám mondani ebbe a tehetség felismerésében, különös tekintet a pszichológiai felkészültségedre. Én a magam szerény eszközeivel egy mondattal ezt el tudom rendezni, nincsen lusta zseni. Tehát amikor a harapós lovat meg lehet tanítani rajzolni, idézett Nagy Gábor Munkácsi díjas festőművész barátomtól, de az kevés, az nagyon kevés a rajztudás. Kell, sok vitám van, főleg most a fiatal kurátortársaimmal, hogy vajon a felkészültség, a kéz palérozottsága, az eszme, az elme palérozottsága mennyire függ össze a végeredménnyel. Én egy öreg ember vagyok, látszik is rajtam, hallatszik is azon, amit mondok. Az én olvasatomban az a jó kép, ami egyszerre tud szólni a szememnek, a szívemnek és a fejemnek. Néha még azt is használom. Plusz nagyon fontos kérdés még, hogy az emberi kvalitás és a művészi kvalitás hat-e egymásra. Én ismerek rettenetes emberi tulajdonságokkal bíró zsenit, akivel hát egy légtérben tartózkodni is kihívás, na de elájulok a műveitől, mert annyira jó művek, annyira, hát hogy is mondjam, megérintenek az alkotásai, és megfordítva is nagyszerű, minden díjas, hős anya kitüntetéssel rendelkező, amit akarsz, minden díjas, tüneményes ember, tehát vidd innen, amit rajzoltál, hát óvodába, édes Istenem. Tehát, hogy először is nézzük, vizsgáljuk meg azt, hogy milyen környezet, ami a művészt művészé teszi. Honnan jön, hol tanul, kik a mesterei, hol állított ki? Tehát ezek mind olyan kérdések, amik egy művészi fejlődés pályafutást
erőteljesen befolyásolnak. És ez a bizonyos tehetség, amint itt, hát hogy is mondjam, provokáltál, vagy kérdeztél, fel lehet ismerni a tehetség? Nem tudom, fogalmam nincs. Ákos, te tehetséges vagy? Tessék. Na, egyszerűen komolyan. Ezt nem nekem kell dönteni. Na ez az. Hát ez az. De én azt gondolom egyébként, hogy az emberben munkál egy belső késztetés valamire, és azt már igazándiból a külső szemlélő ítéli meg, tehát az társadalmilag elismert, hasznos, stb. Tehát, hogy az eredmény, maga a produktum, az már nem feltétlenül az alkotói ítélet. Az alkotói az alkotás öröme. Idéznék egy nagy tudású embert, akivel volt szerencsém együtt dolgozni, Péter Fal Ludvigról beszél, Kenning Pájta, mindketten jól ismertük. Az ő mondása az volt, hogy az a művész, aki reggel nem úgy kell föl, hogy belenéz a tükörbe, és Picasso-t senki ahhoz képest, amit én ma létre fogok hozni. Az abban sem vagyok biztos, hogy művész. Tehát, hogy a belső én tartalma, hogy aztán ezek hogy kommunikálnak egymással, ez, ha én erre választ tudnék adni, nagyon boldog lennék. Hogy a galériában ez hogy történik, azt el tudom mondani, megbeszéljük egymással. Tehát, hogy itt az ideje, neked még nincs monográfiád, nézzük meg először a képanyagot, van-e annyi kiállításképes vagy könyvképes mű, mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert ugye van mögöttünk egy professzionális fotoműterem, ahol nagy felbontással el tudjuk készíteni a műveket. Aztán kiválasztjuk, hogy ki a szerkesztője az adott műnek, ezúttal én húztam a rövidebbet, én voltam a szerkesztő, aztán szembesítettem az Ákost a szerkesztői koncepcióval. Átadjam a mikrofont, mert én már nagyon unom. Nem, én továbbadom a kérdést, Viktornak fogom továbbadni a miért Ákos kérdést, ugyanis nagyon ritka, sőt azt hiszem, hogy mostanában példanélküli, hogy nyomda közvetlenül álljon egy művész mögé támogatóként, és lehetővé teszi ezzel egy könyvnek a megjelenését tőle. De ezért kérdezem ugyanazt, mint Misitől, ugye a Gelbert Ecoprint Kft. Volt a könyvnek a tulajdonképpen effektív a materializálásában a szakértő. Úgy kezdeném a választ, hogy mit jelent számomra ez az egész sztori. Ugye közel másfél éve jött az ötlet, hogy megcsinálunk egy ilyen kiadványt, és ugye ez egy olyan folyamat, aminek most per pillanat a végére értünk. Úgy is mondhatnám, hogy ez az egész így komplexen szép, ahogy van. Ugye ez a könyv, ezek a festmények, ezek egy emberről szólnak, az Ákosról, az Ákos művészetéről, tehetségéről, illetve a könyv ennek az időszakának a megkoronázásról, vagy módon, hogy ez egy bizonyíték arra, hogy ügyen is melletett valamit az asztalra. Tehát a kis névjegye ott van egy-egy helyen. Emögé beállni szerintem nagyon jó volt és megtiszteltetés. Bízunk abban, hogy azért ennek lesz folytatása, és abban is bízunk, hogy az Ákos mellett egyéb kortárs művészeket is sikerül hasonló módon megörökíteni, hiszen ez élni fog, ugyanúgy, ahogy a festmények, ez legalább egy olyan gyönyörű alkotás, egy komplex munka, ami az Ákostól egészen a késztermékig vezethetett. Úgyhogy összességében, és hogy miért az Ákos? Számomra egy képzőművészeti tárgy, hát most már jó pár éve azért rabja vagyok ennek a hobbinak. Próbálom is követni, azért vannak motiváló emberek az életemben, akik ezt lehetővé teszik és elősegítik. Számomra akkor fontos egy képzőművészeti tárgy, amikor emocionálisan fel tudom tölteni magam. Ákosnál mondhatom azt, hogy szinte kivétel nélkül minden képe megérint. Van, ami kevésbé, viszont vannak olyanok, amik extra módon, de ez valahol ez normális, azt gondolom. Tehát, hogy van, ami tetszik, van, ami kevésbé. És ezt pozitívumként mondom, mert ez így a jó, tehát, hogy valahol szerintem ez így helyes. És azért is volt fontos, hogy az Ákost így módon támogassuk. Hozzáteszem, ez egy nagyon komoly csapatmunka volt. Ákos volt az első számú bűnöző, utána jött a galéria, jöttünk mi. Tehát ez egy óriási csapatmunka, és tényleg köszönöm mindenkinek a részvételét, aki ebbe a sztoriba beszállt.
Köszönöm szépen. Stillag, ha már úgy alakult, hogy itt vagy közöttünk, nem úszod meg a kérdést, mert neked tudom szegezni a legjobb kérdést. Milyen érzés itt állni a művek között, az alkotóval, a monográfiával a kezedben, úgyhogy a monográfia alkotói is szinte kivétel nélkül jelen vannak. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit rossz érzésem van, és ezért nagyrészt én vagyok a hibás, de objektív okok miatt nem tudtam eljönni se a megnyitóra, se hamarabb. Tehát én most itt állok ebben a rengetegben, szerencsére nem először látom a műveit, sőt, még írtam is már Ákosnak a dolgairól, és hát tudja jól, hogy én mennyire kedvelem a műveit. Tehát nekem most egy kicsit olyan rossz érzésem van, mert először mentem most körbe a terembe, és így ilyen még soha nem volt eddig. És azt mondom, hogy nagyon ez az emocionális töltet, ez oly erősen hat rám, hogy ezt most nem is tudnám így elmondani egy-két szóval, és nagyon találónak tartom a címet, a rengeteget, és annyit mondok, hogy rengeteg sok asszociációt kihoz ez belőlem, és valószínű, hogy fogok is még erről írni egy kis idő múlva. Úgyhogy nem marad el az írás, mert egyszerűen úgy érzem, hogy annyira megérintett, hogy rengeteg gondolatom van már is róla. És köszönöm szépen a meghívást, és nagyon köszönöm ezt is, a könyvjelzőt is. Csak aki nem tudná esetleg a minket követők közül, a monográfia el van látva egy egyéni kézjegyes könyvjelzővel Csilla számára, Ákos készített. Így van. Ákos. Hosszú évek munkájával vívtad ki a helyedet, hogy az Árcelon Társalgó Galéria állandó művésze lehessél, amiről azért tudható, hogy a kortárs képzőművészet egyik vágyott és igen rangos helye tulajdonképpen a mai Magyarországon. Mesélnél nekünk egy kicsit az ide vezető útról, vagy talán a legjelentősebb mérföldkövekről egy pár szót. Hogy tudjuk már meg, hogy honnan jön az a tehetség? Hát én, amikor legelőször jártam itt a galériába, az 2006-ban volt, a Kőpál mesternek a kiállítása volt, és mivel nekem rengeteg jó barátom van a szobrászok között, és hát három nagyon kedves barátom Kőpál növendék volt, és az ő invitálásukra jöttem el a kiállítás megnyitóra, ami a mesterüké volt, és amellett, hogy persze a mesternek a munkái akkor is, és mind a mai napig így lenyűgöznek, a másik erős érzés az volt bennem, hogy milyen gyönyörű ez a galéria, és bárcsak egyszer ki tudnék itt állítani. Tehát ez 2006-ban volt, és ebben az érzéssel mentem innen el, és aztán a következő kapcsolatom a galériával, hogy a Rajcsók Attila szobrászművész barátom, közös műtermünk van, és a Misivel ott találkoztunk először, hogy a Attilának a munkáit nézte, a legújabb szobrait, és a Misi nagyon kíváncsi volt, hogy még kik dolgoznak ott a műteremben, és hát látta akkor az én munkáimat. És akkor kezdődött el egy ilyen közös párbeszéd így közöttünk, akkor nagyon jól esett, és az nagyon fontos pillanat volt, amikor 2014 vagy 2015-ben volt egy csoportos kiállítás, és akkor meg lettem hívva, mint kiállító, és úgy éreztem, hogy ez egy nagyon nagy mérföldkő, de mind a nap, mai napig azt érzem, hogy a Misivel és így a galériával így egy formán, vagy folyamatos így a párbeszéd, és hogy így egymás mellett állunk, illetve maga a monográfiának az elkészülte is ugye egy hatalmas nagy csapatmunka, és az egymással megbeszél dolgok, meg hogy egymás gondolatait így megosztottuk, abból tudott ez így kialakulni, és én tényleg, mint hogy a megnyitó is elmondom, én gondoltam, mert láttam, hogy a galériában milyen minőségű monográfiák születtek idáig is, és gondoltam, hogy biztos egy nagyon komoly minőségi munka lesz, de én tényleg ezt érzem, és nap mint nap átlapozva a monográfiát, azt érzem, hogy tehát nem tudok olyan részt találni benne, amit máshogy szeretnék, mint ahogy megvalósult.
Tehát én gondoltam, hogy biztos nagyon jó lesz, de hogy ennyire összeáll, erre nem gondoltam. Tehát pedig, hogy mondjam, a saját műveimmel is, és ami abból keletkezik, abban is nagyon kritikus vagyok, de itt azt érzem, hogy teljes mértékben összeállt, amit elképzeltem, sőt, tehát ez egy kicsit még tovább is lépett ezen. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, hogy megtiszteltetek a beszélgetéssel. Kövessenek minket a Facebookon, illetve a YouTube csatornákon, mert egy ember tévedhet, kettő is akár. Avagy mennyi egybehangzó vélemény rejti a tévedhetetlenség dogmáját? Nem tudom. De nézzék meg Ese Bánki Ákos rengeteg Out of Darkness című kiállítását az Arcelon Társalgó Galériában, amely a hónap végéig még megtekinthető, illetve a monográfia elérhető szintén a galériában. Viszontlátásra, sziasztok!